Kiskunhalason egyedül az országban és a világon 120 éves hagyománya van a csipkevarrásnak, a méltán világhírű halasi csipke története 1902-ben kezdődött. Létrejötte Dékáni Árpád nevéhez fűződik, aki a Halasi Gimnázium erdélyi származású rajztanára volt. Az ő terveit valósította meg Markovics Mária varrónő, aki a világon egyedülálló, más csipkéhez nem hasonlítható új technikát dolgozott ki. A halasi csipke már első megjelenésekor berobbant a csipkék világába. A 120 éves évforduló alkalmából 25 év után új csipkealbum készül, amely 5 fejezetben 160 oldalon keresztül mutatja be a halasi iparművészeti remek történetét a kezdetektől napjainkig. A könyv szerzője és szerkesztője Szakál Aurél, a Torma János Múzeum igazgatója. A könyv különlegessége, hogy színes nyomtatásban készül, így be tudjuk mutatni a korai szecessziós csipkéket színesben is. A korábbi albumban ez nem így volt, ez fekete-fehérben készült. Emellett több olyan életképet, csipkevarási képet mutatunk be a halasi csipke történetéből, amely még sehol ez idáig nem jelent meg. Emellett természetesen bemutatjuk a legszebb csipkéket színes háttérrel, egészen a kezdetektől napjainkig. A halasi csipke a magyar szellemi kulturális örökség része, az örökségekről sorozat is készült, melynek kapcsán film is bemutatja a halasi csipke múltját és jelenét. Ennek a filmnek az érdekessége, hogy a halasi csipkét elhelyezi az európai és a magyar csipkék között. Bemutatja azt, hogy tulajdonképpen egy csoda volt az, hogy ez a halasi csipke egy vidéki kisvárosban megszületett, és világszínvonalt ért el, és az igazi csoda, hogy a közösség megőrizte, hogy a napjainkban is még készül, a többi csipkével ellentétben, a többi magyar csipkével ellentétben napjainkban is készítjük, és egy működő manufaktúra és múzeum is a látogatók rendelkezésére áll. Miért halasi a halasi? A három keresztbe fektetett hal motívuma minden egyes csipkén megtalálható. 1935 óta ez a halasi csipke védjegye. A halasi csipke napjainkban is 100%-ban kézzel készül, nagy szakértelmet, türelmet és szorgalmat igényel. Egy-egy csipketerítő elkészítése akár 2-3 ezer munkaórát is igénybe vehet, ezért a halasi csipkét a türelem himnuszának is nevezik. A halasi csipkevarrás élő hagyománya 2010 óta a magyar szellemi kulturális örökség része, 2014 óta pedig a hungarikumok sorába lépett.